Erdélyben is felgyorsult a koronavírus járvány terjedése, itt is megjelentek az új, a korábbinál fertőzőbb vírusmutációk. Megállítani már nem lehet a járvány harmadik hullámát, a román kormány azt tervezi, hogy ellaposítja a fertőzési görbét, de a lakosság inkább a tavaszi nyitásra áll készen, semmint az újabb korlátozásokra. Az idősek egy része már megkapta az emlékeztető oltást is, ők az elsők között regisztráltak. Alig vártuk, hogy valami védekezési lehetőség legyen. És a családban már megbeszéltük, mihelyt lesz valami lehetőség, akkor élünk vele. A fiamnak köszönhető, hogy ő idejében megtudta és előjegyeztetett. Így néz ki az ország oltás térképe. Zöld pont jelzi azokat az oltóközpontokat, ahol még lehet időpontot foglalni. Az EU-n keresztül érkező vakcinaszállítmányok Romániába is sokkal lassabban érkeznek, mint ahogy azt korábban várták. A kapacitás növelése nem járt együtt a gyártási kapacitás arányos növekedésével, ez sehol nem lehetett volna megoldani, de most már úgy néz ki, hogy pótolják a kieső adagokat, és így mi is nyitni tudunk újabb és újabb oltóközpontokat, és hál' Istennek oltási kedv van, sőt az érdeklődés nagyobb, mint amennyit biztosítani tudunk. Gyors ütemben terjed a járvány, a napi esetszám emelkedik. Ez már a kórházak intenzív osztályain is érződik. Szakemberek szerint a növekedés az iskolák február közepén történt újranyitásával hozható összefüggésbe. Korábban 3 hónapon át online rendszerben tanultak a diákok. Ahogy megnyitottuk az iskolákat, óvodákban, iskolákban pedagógusok, gyerekek, és a nyomukban szülők és nagyszülők váltak fertőzötté. Egy nagyon jó kampányt indított el itt Romániában az Egészségügyi Minisztérium és a Tanügyminisztérium közösen. Mi is itt Hargita megyében soron kívül beoltottuk azokat a tanárokat, akik kívánták a jogosultságuk szerinti oltóanyaggal, úgyhogy sikerült megduplázni, majdnem megtriplázni azoknak a számát, akik kérték. Eddig a krónikus betegek és 65 évesnél idősebbek, az egészségügyi személyzet, a pedagógusok, a közszolgálatot ellátó intézmények alkalmazottai voltak oltásra jogosultak, de március 15-től bárki kérheti már az előjegyzést. Szűcs Olcsvári Gellért októberben esett át a fertőzésen, ennek ellenére igényelni fogja a vakcinát. Hogyha te elkapod ezt a betegséget, oltás nélkül, tehát védettség nélkül, akkor sokkal nagyobb valószínűsége van annak, hogy ennek súlyos következményei lesznek. A Székelyudvarhelyi oltóközpontban egyelőre csak Pfizer és Moderna vakcinával oltanak. A felelős orvos azt mondja, gyakran előfordul, hogy a regisztráltak nem jelennek meg az előjegyzett időpontban, holott mindenki kap értesítést a megadott e-mail címre vagy telefonszámra. Nagyon sok ember nem olvassa el ezt, vagy azért, mert hanyagolja, vagy azért, mert nem tudja elolvasni, vagy azért, mert az idős korosztály esetében például nem értik meg a román nyelvű üzeneteket. A tiszti főorvos úgy véli, bár Hargita és Kovászna megye az ország legkevésbé fertőzött régiói között szerepel, az új vírustörzsek minden bizonnyal ide is eljutottak. A baj az, hogy ez egy harc a túlélésért. Tehát úgy, ahogy az ember harcol a túlélésért, a vírus is harcol a túlélésért, és aki a versenyfutást megnyeri, az jár jobban. Tehát ha mi az oltás felgyorsításával meg tudjuk akadályozni újabb és újabb vírustörzsek megjelenését, akkor nyert ügyünk van. A hatóságok úgy tervezik, hogy az átoltottsági arány szeptember végéig 60-70%-os lesz. Ekkorra tervezhető a járványügyi intézkedések részleges feloldása.